a név fontosságát kivételesen egy életrajzi futammal mutatnám be. Szombathelyen én jártam úszó edzésre, ami annál is nehezebb volt, mert nem volt úszoda. Nyáron egy ilyen tószerű fürdőben úsztunk, edzettünk, télen meg elmentünk Zalaegerszegre vasárnaponként, ahol kerülgettük a fürdőző nénikéket. Az úszó csapatnak volt egy vezetője, bizonyos Viktor a Tibor, és egy ilyen korelnöke, őt pedig Cérnának hívtuk, mert hogy ez volt a becsületes neve, és ő azzal mutatta ki, hogy ő a rangsor másodika, hogy egyrészt a Tibi bácsit, hol Tibi bácsinak szólított a nagy tisztelettel, hol pedig amikor kikezdte a tekintélyt, akkor pedig Vikinek vagy Viktornak. A névadás pedig általában mozdulatokról vagy tulajdonságokról volt. Akkoriban jött be az, hogy így úszták a mellúszást, az előtt így úszták, és akkor ez egy nyúlugrásszerű mozdulat, volt két jó mellúszó srác, és ők lettek a nyulak. Célna, nyulaknak nevezte őket. Engem én büszke vagyok, mert tüdőnek nevezett a kitartásom miatt, és volt egy valaki, akit nem nevezett el külön, ő volt a Rebeka. Ennek oka volt. Aztán amikor gimis lettem, akkor én is rájöttem, hogy mennyire fontos az, hogy kinek a kezében van a névadás. És volt egy pólus az osztályban, a kollégisták pólusa. Ők ilyen névből levezetett neveket használtak. Tehát mondjuk, hogy Kovács az Kovi, vagy Kokó, vagy ilyesmi. Hogyha Rózsa nevű, akkor mondjuk, hogy Rózsi, vagy Rozi, vagy ilyesmi. Én meg kifejezetten eltávolodtam ezektől, és én konkurens neveket adtam, mondjuk a Rózsinak. Én azt adtam, hogy Kaktusz. A másik stratégiám meg az volt, hogy ha már egyszer, hogy legyen név, de akkor másik név, és legyen benne ez a Vas megyei. Tehát például az egyiknek, akit Andrásnak hívnak máig is, ő neki a Gárzson nevet adta. Gárzson. És ezzel elég jó hatalmi tényezőre tettem szert, meg mondom, volt egy ilyen küzdelem a névadásban. Nagyjából ki is rajzolódtak az erőviszonyok. Ők engem máig azon a becenevemre írnak, amit tulajdonképpen én adtam magamnak, mert hogy azokat, akiknek még nem volt becenevük, őket így szólítottak. Tehát a névadás az egy csoporthoz tartozás, egy hatalmi viszony, így lesz ez később is, ugye aztán a felnőtt társadalomban meg a megszólítások, mondjuk a doktori cím az a névnek egy részévé válik, emiatt nagyon fontos. De most menjünk vissza a párkapcsolatra.